Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fonyódi Kulturális Intézmények nevében mindannyiukat. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre az történelmi ismeret terjesztő előadásra. Nagy tisztelettel köszöntöm itt Fonyódon dr. Újvári Gábor történész professzor, a Veritas Történetkutató Intézet Horthy-kori munkacsoportjának a vezetőjét. Én nagyon rövidre fogom, engedjék meg, hogy egy néhány soros újságcikket felolvassak önöknek. 1919. szeptember 8-án Horthy Miklós Fonyódra látogatott. Igazán volt több fonyódi jelenlétéről nem is tudunk. Ez a szeptemberi látogatás így történt. Fonyódról jelentik, hogy folyogó 8-án délután 4 órakor odaérkezett Horthy fővezér. Nagy lelkesedéssel fogadta őt a fonyódi nép, annak dacára, hogy csak az utolsó pillanatban értesült a fővezér érkezéséről. A jelenleg ott tartózkodó karhatalmi különítmény teljes vízben fölvonult és tisztelgett előtte. Imponáló látvány volt. A fonyódi hölgyek virágot nyújtottak át és hangos éjjelzéssel üdvözölték a rokon szenves főparancsnokot. A fővezér 5 órakor tovább utazott Siófokra. Tehát ebből látszik, egy órát volt Fonyódon, de hát ez is egy jelentős látogatás volt azért. És hogy miért jött létre az előadás, arról szeretnénk, hogyha meghallgatnák Ellenberger Józsefet, aki ennek az előadásnak az ötletgazdája volt. Kérlek, akkor néhány szóval. Tisztelt hölgyek és uraim, én nem vagyok pártag, nem vagyok politikai tömörülésnek tagja, nem vagyok intézmény vezető, sőt vezető beosztású ember sem vagyok, viszont szomorúan tapasztalom, hogy történelmünknek ez a nem túl hosszú, de nagyon jelentős időszaka nagyon sok ember előtt nagyon kevés ismerettel bír. Ha rendelkezünk olyan ismerettel, az nagyon hiányos, felületes, nagyon elfogult. Holott úgy érzem, zömében egyetértünk azzal, miszerint nem szabad, hogy a vesztesek megalázottsága formálja a társadalmat a történelem által, hanem a vesztesek alázata kell, hogy formálja a történelmet a társadalom által. Úgy, hogy a történelmet ismerjük, hogy okulunk belőle, és tanulunk abból. Szeretnék köszönetet mondani, hogy támogatták ezt az előadást, ennek megvalósíthatóságát polgármester úrnak, Varga Istvánnak, aki tanácsokkal látott el, amikor választottunk a tudományos intézetek közül, és az előadók sorából, és meginvitált a közénk professzor úr. Köszönöm Szekeres Attila tanár úrnak, a Fonyódi Gimnázium történelmi szakos tanárának, hogy instrukciókkal látott el a nagyon jól sikerült plakát szövegi hátterének kialakításában. Köszönöm a Fonyódi Média két munkatársának, Kajetán Jácintnak és Dár Tamás úrnak, hogy ilyen remek plakátot alkottak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Fogadják szeretettel és hallgassák érdeklődéssel dr. Újvári Sándor professzor urat. Tisztelt hölgyeim és uraim, én is sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyiüket, és nagyon örülök, hogy milyen szép számban megjelentek ezen az előadáson, és elnézésüket kérem, hogyha mi a szememet kell törölgetni, de sajnos egy szemgyulladást kapott el éppen tegnap előtt. Hát mint szó volt róla a témám, Horthy Miklós, illetve a Horthy korszak, annál is inkább érdekes ez a téma, mert
alapvetően egy tudományos kérdésről kellene, hogy szóljon, de sajnos még napjainkban is a politika nagyban átszínezi ennek a tudományos kérdésnek a megítélését. Gondoljanak bele abba, hogy 1920-tól 1944-ig, tehát abban az időszakban, amit Horthy Miklósról neveztek el, és máig is a legtöbbször Horthy korszaknak hívnak, rövidebb idő telt el, mint a rendszerváltástól 1989-90-től napjainkig. Tehát nem volt ez egy túl hosszú időszak a magyar történelemnek, de jó magam is úgy gondolom, hogy a 20. századi magyar históriának mégis csak az egyik meghatározott időszaka az 1920 és 1944 közötti időszak. Én főleg erről fogok beszélni, nagyon röviden azonban arról is szólni kell, hogy Horthy Miklós, mikor 1920. március 1-én kormányzóvá választották, már több mint 50 éves ember volt. Tehát viszonylag későn került bele a politikába. Ugye 1919-ben, mikor rövid ideig hadügyminiszter az ellenkormányban, a Károly Gyula-féle ellenkormányban, majd mikor a Nemzeti Hadsereg fővezére lesz, és ebben a funkciójában tartózkodott itt Fonyódon is, pontosan amiatt, mert viszonylag közel volt a főhadiszállása Siófokon. Tehát akkor is már 50 fölött volt, és egy nagyon gazdag múltát mögötte. Nyilván a legtöbben tudják, hogy Hullában végezte el azt az akadémiát, ami az Osztrák-Magyar Monarchiának a tengerésztisztjeit képezte. Itt avatták tengerésztisztét, nagyon nehéz volt ebbe az iskolába a felvétel, hiszen több mint 15-szörös volt a túljelentkezés arra, ha jól emlékszem, 49 helyre, ami abban az évben rendelkezésre állt az első éves jelentkezőknek, és még a továbbiakban is nagyon sokan kirostálódtak ezek közül, a hallgatók közül. Tehát egy nagyon komoly képzésen ment keresztül, és fokozatosan emelkedve a hivatali ranglétrán, illetve a hadügyi ranglétrán 1918. februárjától Horthy Miklós már az osztrák-magyar haditengerészetnek a vezetője lett. Oly módon egyébként, hogy több előtte álló szolgálati éveit és beosztását tekintve előtte álló főtisztet is megelőző. És nyilván arról is sokan tudnak, hogy 5 éven keresztül Ferenc Józsefnek volt a számsegéde 1909 és 1914 között. Így módon ő alapvetően egy legitimista érzelmű ember volt, még szólás róla, hogy ez a királyhűség, ez ugye élete végéig megmarad, de akkor, amikor 1921-ben 4. Károlynak két visszatérési kísérlete van Magyarországra, kénytelen ezeket ő maga megakadályozni. Tehát amikor ő úgymond hatalomra kerül, már egy nagyon komoly múltán mögötte, egyrészt a haditengerészetben, másrészt pedig világlátásban is, hiszen világkörű utakat tett, 5 nyelven beszélt, franciául, németül, angolul, nagyon magas szinten, de olaszul és horvátul is megtanult, és egy nagyon ismert társaságban, de Magyarországon nagyon keveset tartózkodott, a magyar belpolitikával szinte egyáltalán nem foglalkozott, mert egy teljesen új ember volt ebből a szempontból Magyarországon. És itt nyilván figyelembe kell venni, viszonylag sok fiatal arcot látok itt, hogy mennyire más volt az a világ, amely a Horthy korszakot jellemezte. Más volt ez a világ, annyiban, hogy a 20. század a nagy technikai újítási felfedezések korszaka, de ekkoriban még teljesen újak voltak azok a ma már részben elavultnak tekinthető médiaeszközök, közlekedési eszközök,
amelyek a 20. századi fejlődést megalapozták. Itt elég arra utalnom, hogy az 1900-as évek közepén, tehát 1908-1909-ben zajlanak az első olyan repülések, próbarepülések, amelyek már néhány száz méter, majd néhány kilométer tudnak megtenni. Tehát a repülések teljesen jelenség volt még az 1910-es években, és hát sajnos nem békés célokra történt az első valódi felhasználása, hanem az első világháborúban inkább hadi célokat szolgált ez az új közlekedési eszköz. Mint ahogy az autónak se volt még nagy múltja, hiszen az 1880-as évek második fele az, amikor az első mai szemmel nézve még autónak nem is igen tekinthető járműveket összeeszkábálják, de ugyanígy utalhatnék a rádióra is, amely Németországban 1923-ban, Magyarországon, egyébként Európában viszonylag hamar, 1925. decemberében kezdi meg a sugárzását. Vagy gondoljanak bele, hogy a film, ami 1895-ben indul útjára, tehát a mozgókép, és Magyarországon már 1896-ban van egy betűtés, és ekkor készül az első olyan filmrészlet a Háci környékén, ami magyar jelenetet mutat. Tehát a 19. század legvégén keletkezik, de a hangos film az csak az 1920-as évek végén, az első magyar hangos film a Kék Bálvány, a második a Hippolyta lakály, amit nyilván nagyon sokan láttak. A Hippolyta lakály 1931-es film Magyarországon akkor jelenik meg. Ez az a korszak, amikor megjelennek az első háztartási gépek az európai, az amerikai és a magyar életben. Tehát porszívóktól kezdve mindenféle más mutatnék. Ezek teljesen másképp néztek persze napjaiban. Ekkor válik, úgy mondhatnánk, tömegessé a turizmus Magyarországon is. Ezt a tömegességet persze úgy tekintsék, hogy kizárólag a középkorban felfele van módjuk az embereknek utazni. Egyébként a Balaton fejlődése is ehhez az időszakhoz köthető a reformkori kezdetek után. Ez egy olyan időszak, hogy még egy dologra utaljak, ami teljesen más, mint napjainkban, amikor az oktatás szerkezete is eltérő a maitól, hiszen a népiskola, ahogy az általános iskolát nevezték, az 6 osztályos volt, de 4 osztály volt, amit mindenki végigjárt, utána 2 osztály úgynevezett islétlő iskola volt, ahol főleg gazdasági ismereteket és más hasonló dolgokat tanultak. A népiskola kötelező volt, de egy középiskolába bejutni az már egy nagyon komoly teljesítményt jelentett, hiszen a középiskolai képzés is elitképzésnek minősült akkoriban. A korszak legvégén, 1940 körül az adott népesség, tehát a 10-18 év közötti korosztály, hiszen akkor 8 osztályos volt a gimnázium, a 10-18 év közötti korosztálynak mindössze 5,5%-a járt középiskolába. Ma ugye ez 80% fölött van. Az egyetemeknél még inkább más a kép, ott a 20-as, 30-as években 13-15 ezer az összes magyar felsőoktatási intézményben tanuló diákoknak a száma. Ma ez egy picike egyetemnek a létszáma, még ma is 300 ezer fölött van a hallgatóknak a száma, de néhány évvel ezelőtt ez még majdnem 400 ezer volt. Tehát teljesen mások voltak azok a körülmények, amelyekben Horthy Miklós kormányzóként, az ország kormányzójaként, első embereként, hiszen ez kvázi a mai köztársasági elnöki funkciónak felel meg, és napjainkban is a protokollban a köztársasági elnöknek, pedig a miniszterelnök van a legmagasabb helyen. Már néhány szót szólnék, hogy hogyan is kezdődött ez a korszak, amiről nyilván megint mindenki, aki a teremben van, hát Trianonnal kezdődött
ez a korszak, pontosabban 1918-19-ben két forradalommal, az őszi Rózsás forradalommal, utána pedig 19-ben a tanácsköztársasággal. Ez a két forradalom ugye a monarchia felbomlását követő állapotban egy olyan államformát hozott létre, ami addig még Magyarországon ismeretlen volt, ugye köztársaság, népköztársaság, aztán tanácsköztársaság lett a Magyar Királyságból, és hát nyilvánvaló, hogy a monarchia felbomlási folyamata Magyarországon is nagyon komoly hatással volt. Tudjuk, hogy Magyarországot sok részre darabolták, területének kétharmadát, lakosságának 60%-át veszítette el körülbelül. Tudjuk a veszteségek mértékét is, Magyarországnak szinte a teljes erdőállománya, nyersanyag készlete, ásványkincse elterült, ugyanakkor az ipar egy jó része és a mezőgazdaság egy jó része Magyarországon maradt. Tulajdonképpen csak negatívumokat lehetne Trianon kapcsán sorolni, voltak azonban olyan idézőjelben pozitívumok is, amelyek mégiscsak jó hatással voltak a két világháború közötti időszakra. Hát ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy hosszú idő után Magyarország először vált megint teljesen független, önálló állammá. 1526 óta Magyarország nem élvezett sohasem teljes állami függetlenséget, még az osztrák-magyar monarchia idejében sem, amikor pedig önálló tagállama voltunk ennek a monarchiának. Egyébként Ausztria, az osztrák tartományok sem élveztek ekkor teljes önállóságot. Tehát ez mindenképpen egy úgymond pozitívum volt, mint ahogy az is, hogy az a legfontosabb belpolitikai feszítő erő, amely 1867 és 1918 között Magyarországot megosztotta, ez a nemzetiségi kérdés volt, ez megszűnt létezni. Teljesen nem szűnt meg létezni, ez egy helytelen, ahogy mondtam, de jelentőségét elveszítette, ugyanis a terület elcsatolások következtében Magyarország nemzetiségeinek a nagy része a határokon túlra került. A határokon túlra került a románok, a szlovákok, a szerbek nagy része. Magyarországon 1920 után nagyobb nemzetiségként kizárólag a németek maradtak, akik körülbelül 500 000-an voltak ebben az időben Magyarországon. Így Magyarország lett a térségben az egyetlen olyan állam, amelyet homogén nemzetállamnak nevezhetünk. Ugye homogén nemzetállamoknak hívjuk azokat az országokat, ahol a lakosság kevesebb mint 10%-a beszél az államnyelvtől eltérő nyelvet. Magyarországon ez volt a helyzet. Az összes többi országban, amely kisebb-nagyobb területet kapott Magyarországtól, illetve hát nem kapott, hanem vett el Magyarországtól, mindenütt jóval magasabb volt a nemzetiségek aránya, és mindenütt nagyon fontos volt az ottani magyarságnak az aránya is, így ezen a térképen pirossal láthatják, hogy az egyes területeken mekkora volt a magyarok aránya. Hát itt jól látható, hogy Erdélyben és a Pártiumban önmaga ez a terület ugye nagyobb volt, mint a maradék Magyarország, hiszen ez 100 000 négyzetkilométer fölött volt, 103 000 négyzetkilométer volt a maradék Magyarország, 93 000 négyzetkilométer, körülbelül egyharmad volt a magyarság aránya. Ugyanez volt a helyzet a Csehszlovákia részét képező Szlovákiában, illetve azokon a délvidéki területeken, amelyeket a szerb horvát szlovén királyság kapott meg. További úgymond pozitívum volt, hogy Magyarország városiasodottabbá vált, mint korábban, hiszen a városlakók nagy része az Magyarországon maradt. Tehát a korábbi városlakóknak mintegy kétharmada, Nagy-Magyarország városlakóinak kétharmada Magyarországon maradt,
Ez viszont főleg amiatt volt így, mert Budapest már az osztrák-magyar monarchia idején is egy vízfejnek számított. Hát ebben a kisebb államban ez még inkább így volt. Budapest lakossága egyébként ekkoriban a 20-as években érte el az 1 millió főt, tehát még nem volt akkora, mint napjainkban, de Magyarország lakossága sem volt akkora, mert lassan sajnos megint ahhoz közeledünk, mint amekkora két háború között volt, hiszen a 20-as évek közepére haladta meg a 8 millió fő a korabeli Magyarországnak a lakossága. Hát ha úgy tetszik, pozitívum volt az is, hogy a legelmaradottabb vidékek, mint például Kárpátalja vagy a Székelyföld, azok a magyar határokon kívül kerültek. Ezt persze ironikusan értsék, hiszen nyilvánvaló, hogy például a Székelyföld, amely egy kompakt magyar vidék, még napjainkban is elveszítése óriási traumát okozott. Emelkedett a népsűrűség Magyarországon, nagyobb szerepet kapott az ipar, mint korábban, és ami megint csak fontos, elsősorban a kultúrpolitika szempontjából az az, hogy az értelmiség aránya is jelentősen növekedett. De itt megint csak mindez egy negatívumnak volt a következménye. Itt a híres Teleki-féle vörös térképet láthatják, ez a Magyarországnak, Magyarország nemzetiségeit mutatja, és vörös színnel vannak jelölve a magyarok. Tehát az, hogy az értelmiség száma, aránya növekedett, az elsősorban annak volt idézőjelbe téve köszönhető, hogy rengetegen repatriáltak, jöttek át Magyarországba azokból az államokból, amelyek a magyar határokon túlra kerültek, illetve azokból az egykori országrészekből, amelyek a magyar határokon túlra kerültek, tehát a mai Szlovákiából, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről. A különböző felmérések alapján napjainkban azt mondják a történészek, hogy családtagokkal együtt valamivel 400 ezer fölötti volt azoknak a létszáma, akik elhagyták eredeti otthonukat, és Erdélyből, Felvidékről vagy Délvidékről költöztek át Magyarországra. És miért növekedett ezáltal az értelmiségiek száma? Hát amiatt, mivel a többségük, a Magyarországra átjövő többsége állami alkalmazott, köztisztviselő, diák, tanár és mindenféle egyéb értelmiségi pályán mozgó alkalmazott volt. Egész egyetemek jöttek át Magyarországra, ugye a Kolozsvári és a Pozsonyi Tudományegyetem a teljes tanári karával, szinte a teljes hallgatóságával átköltözött Magyarországra. Ugyanígy volt a Selmezbányai Erdészeti és Bányászati Akadémiával is. Rengeteg népiskolai tanító, gimnáziumi tanító jött. És gondolják el, 400 ezer főről beszéltem, és mint mondtam, a korabeli Magyarország lakosságának száma 8 millió volt. Ez a korabeli lakosságnak az 5%-át jelentette, ez bizony óriási szám volt, és sajnos abból a szempontból is nagyon káros volt ez, hogy tulajdonképp az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyar értelmiséget gyengítette, aminek a hatásai sajnos még napjainkban is érezhetőek, hiszen ezeken a területeken manapság is jóval kisebb a magyar értelmiség aránya, mint mondjuk a román értelmiség, vagy a szlovák, vagy a szerb értelmiség aránya az adott anyanyelvet beszélő köztépes. Itt egy olyan plakátot láthatnak, ami ennek a következményeit mutatja be, ennek a nagy exodusnak, vándorlásnak, hiszen a menekültek többsége nem tudott lakáshoz jutni, úgyhogy 1926-27-ig léteztek még ilyen vagonlakások, ahol az erdélyi és a felvidéki, délvidéki menekültek helyet adtak. Tehát nagyon ínséges idők voltak ezek, és hát nyilvánvaló, hogy ez játszott szerepet abban, hogy a két világháború közötti
magyar politikát, mint ahogy egyébként Horthy Miklósnak a gondolkodásmódját is, külpolitikai gondolkodásmódját meghatározta a revíziónak a követelése, ami azt jelentette, én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy ez volt a legkisebb közös politikai többszörös. Hiszen szélső baltól szélső jobbik mindenki egyetértett abban, hogy a békeszerződések igazságtalanok voltak, Trianon hatásait meg kell szüntetni, a magyar területek egy részét vagy egészét vissza kell csatolni Magyarországhoz. Ebben a kommunistáktól a nyilasokig mindenki egyetértett, abban volt vita, hogy a revízió, tehát a területek visszaszerzésének a mértéke mekkora legyen, volt, aki etnikai alapú revízióban gondolkozott, tehát azokat a területeket ítélte visszaadandónak, amelyek nagyrészt magyar lakosságúak voltak, és voltak akik, és a hivatalos propaganda általában az utóbbi mellett áll ki, akik a teljes revíziót követelték, tehát az egykori 1918 előtti Magyarország visszaállítását. Hát a revíziónak nagyon sokféle megnyilvánulása volt, azért tettem ide Endres Györgynek és Magyar Sándornak az 1931-es világra szóló tettét, mert a világsajtó talán ez járta be a leginkább. Ők a Justice for Hungary, azaz igazságok Magyarországnak nevű repülőgéppel tettek egy óceánok fölötti, akkoriban rendkívüli sportteknek számító repülést. Itt láthatók ők ketten, és röviddel a céljuk előtt Bicske mellett egy kényszerleszállással érték el a magyar földet. Rengeteg ehhez hasonló revíziós plakátot, képeslapot nyomtattak ebben az időben. Ugye nagyon sokszor hasonlították Krisztusnak a szenvedéseihez Magyarország Trianon utáni sorsát, ez a francia nyelvű plakát is ezt jelzi, és szinte minden eszközön megjelent a revíziónak a követelése, itt egy szúrásideget láthatnak példaként, egy iskolai iront, illetve Budapesten a Szabadságtéren a mai szovjet ősi emlékmű helyén álló eret és országzászlót, amit aztán majdnem minden magyar településen felállítottak a két világháború közötti időszakban. Ugye ez az eret és országzászló, ez szintén Trianon hatására született meg, mindig félárból szó volt a magyar lobogó, jelezve azt, hogy addig nem húzzák fel az árbóc tetejére a magyar zászlót, míg Magyarország nem kapja vissza az összes egykori területét. Kétszer, illetve háromszor egy hétre ezt a lobogót magasra hozták. Ebben az időszakban az első bécsi döntés, a második bécsi döntés után, illetve 1941-ben, amikor Délvidék egy része került vissza Magyarországhoz, de egyébként mindrégig félárbolcon hagyták ezt a lobogót. Magyarország államformája, mint említettem, 1918-19-ben többször is megváltozott, köztársaság, népköztársaság, majd tanácsköztársaság lett. Aztán 1919-ben ismét királysággá vált Magyarország, olyan királysággá azonban, amelynek nem volt uralkodója a király helyett, ugye a király is államfőnek minősül kormányzója lett, Horthy Miklós, akit itt említettem, 1920. március 1-én választottak meg Magyarország kormányzójává. Fontos azt tudnunk, hogy Horthy, és ezt az első bevezető dián látták, 1919. november 16-án vonult be a Nemzeti Hadsereg élén Budapestre. A románok az előző napokban vonultak ki a fővárosból, hiszen Magyarország nagy részét 1919-ben, avval az indokkal, hogy leverik a tanácsköztársaságot,
román csapatok tartották megszállva, óriási pusztításokat okozva, főleg az alföldi területeken. Több milliárd aranykoronára, ami akkor rendkívül magas összegnek számított, tették azokat a pusztításokat, amelyeket a kivonuló, a bevonuló, majd a kivonuló román hadsereg Magyarországon tett. Tehát Horthy 19. november 16-án vonult be Budapestre, és a Gellért tér előtt mondta el azt a híres beszédét, amit sokszor idézni szoktak. Magát a Gellért szállodát egyébként 1918-ban adták át rendeltetésének, és Horthy a nemzeti hadsereg élén a Gellért szállóban rendezte be a főhadi szállását. Csak miután 1920. március 1-én kormányzóvá választották, ezután költözött át a királyi várnak, a budai várpalotának a Krisztina városi szárnyába, tehát nem erre az oldalra, amit itt látunk, ez a Duna felüli oldala a királyi várpalotának, és láthatják, hogy kicsit másként néz ki, mint napjainkban. Ez egy világháború közötti felvétel, ugye a kormány tervei szerint ilyenné szeretnék visszaállítani a királyi várnak a képét, hanem ebbe a szárba, amit itt látunk, ebbe a részbe, ami ma az országos Széchenyi könyvtárnak az otthona. Most mindenhez hozzá kell tennem, hogy Horthy Miklósnak a bizonyos fokú szerénységét jelzi az, hogy megtehette volna, hogy itt ennek a palotának több tucat termét elfoglalja a családjával, különböző irodáival együtt. Az egész korszakon át összesen 9 szobát és termet különítettek el a Horthy család lakása céljára, úgyhogy ebben a 9 nagy helyiségben benne volt a kabinetiroda is, tehát ma úgy mondanánk, hogy ma a köztársasági elnöknek a központi irodája is itt kapott helyet. Tehát nem úgy élt, mint sokan gondolták, meg mint sokan az 1945 utáni időben mondták róla, hogy beköltözött a királyi várba, és ott a vár nagy részét elfoglalta. Hát a királyi várpalotának összesen több mint 360 terme volt, terme és szobája. Ebből 9-et foglalt el mindössze, mint ahogy a vagyona sem gyarapodott azután, hogy kormányzóvá választották, tehát 1920 márciusától 1944-ig a családi vagyon nagyjából ugyanakkora maradt. Hozzá kell tennem, hogy a Horthy család egy nemesi család volt, 17. században kapták a nemességüket, de nem tartoztak a főnemesek közé, valahol a középnemesek és a főnemesek között voltak, ugyanis Horthy Miklós édesapjának, aki egyébként főrendi házi tag volt, körülbelül 1500 holdas birtoka volt Kenderes környékén, ami nem volt egy igazi nagy birtok, de a középbirtoknál azért nagyobb volt. Nagyjából ezt a vagyont, illetve ennél kisebbet, hiszen a Horthy gyerekek ezt egymás között felosztották, Miklósnak is csak egy rész jutott, de nagyjából ezt birtokolta a Horthy, amikor kormányzó lett 1920-ban, és így is adta el kényszerűen Magyarországot 1944. októberében. Nagyon fontos az államforma kapcsán megjegyezni azt, amit már előre bocsátottam, hogy itt az 1920-as évek elején nagyon nagy vita volt arról, hogy miféle királyság legyen Magyarország. Egy olyan királyság, aminek uralkodója van, vagy maradjon meg Horthy Miklós az ideiglenesnek tekintett kormányzói pozíciójában, hiszen 1920 februárjában hozták a törvényt a kormányzói méltóságról, mint mondtam, március 1-én választották meg Horthyt, de ebben a törvényben az szerepel, hogy a kormányzó az egy ideiglenes
státusz, mert nagyon sokan arra gondoltak, hogy Magyarországnak újra királya kell, hogy legyen, ha már királyság az államformája. Ugye nagy viták voltak a legitimisták, tehát a királypártiak és az úgynevezett szabad királyválasztók között. Horthy ezekben a vitákban hozzáteszem, nem vett részt, egyik csoporthoz sem csatlakozott nyíltan. És ezt a vitát lényegében az döntött el 1921-ben, hogy a képen látható IV. Károlynak, az 1916 és 18 közötti magyar uralkodónak két visszatérési kísérlete is volt Magyarországra, 1921 áprilisában, illetve 1921 márciusában, illetve 1921 októberében, amelynek a következtében elsősorban egyébként nemzetközi nyomásra újra immár a magyar történelemben negyedszer kimondták a Habsburgháznak a trónfosztását egy 1921. november 6-án elfogadott törvényben. Ez lényegében lezárta az államforma vitáját, és Horthynak a kormányzói pozícióját is erősebbé tette, mint amilyen az 1921. október előtt volt. Hozzáteszem, hogy Horthy Miklós többször is biztosította IV. Károlyt, hogy hű hozzá, de reálpolitikai okokból nem vélte megvalósíthatónak azt, hogy egy Habsburg kerüljön újra Magyarország trónjára, ráadásul ugyanaz a Habsburg, aki 1916 és 1918 között már uralkodó volt. Horthy és nagyon sokan mások úgy látták, és ez ma már tudjuk, hogy így is volt, hiszen ismerjük azokat a diplomáciai iratokat, amelyek erről szólnak, hogy amennyiben Magyarország elfogadta volna uralkodóját, a IV. Károlyt, az első vagy a második visszatérési kísérlet alkalmával, akkor a környező országok, amelyek összesen 20-szoros haderővel bírtak a magyarhoz viszonyítva, azonnal megszállták volna Magyarországot, és ez valószínűleg azt eredményezte volna, hogy Magyarország mint olyan megszűnt volna létezni, hiszen az utódállamok, Csehszlovákia, amelyhez abban az időben a mai Kárpátalja is hozzátartozott, Románia és a szerb-horvát-szlovén királyság, amit már csak 1929-től neveznek Jugoszláviának, valószínű, hogy felosztotta volna a maradék országot is. Ez egy reális veszély volt, ezt Horthy jól érzékelte, ezért ezekben a pillanatokban, amikor kérdéses volt, hogy IV. Károly visszatérési kísérletét fogadják-e vagy sem, jól döntött, és végül mind a két kísérlete az uralkodónak meghívsult nem sokkal a második után Madeira szigetén, ahova száműzték, meg is halt IV. Károly. Magyarországon 1920-tól 1926-ig nemzetgyűlésnek hívták a parlamentet, 1926-tól kezdődően pedig már országgyűlésnek. 1920-tól 1926-ig egykamarás volt a magyar parlament, ami hasonló volt, mint a mai szisztéma. 1927-től kezdődően viszont kétkamarássá vált ez a parlament. Ugye napjainkban is vannak viták erről, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha egy felsőház is működne. Ugyanis egy 1926-os törvény nyomán 1927-től kezdődően működött a magyar országgyűlésnek a felsőháza is, ami részben az arisztokrata családoknak a családfőiből, részben pedig különböző szervezetek, intézmények, szakmák képviselőiből tevődött össze. Tehát volt az egyetemeknek képviselete az országgyűlésen, volt az egyházaknak, volt különböző szakterületeknek, és így tovább. Tehát képkamarás lett az országgyűlés.
Röviden megint vissza kell térnem Trianonra, abban a vonatkozásban, hogy milyen országot vett át Horthy Miklós 1920-ban, milyen országban lett ő kormányzó. Hát röviden összefoglalva azt kell, hogy mondjam, egy olyan országban, amelyet az akkori megfigyelők, ma úgy gondolnánk, hogy politológusok, szinte egyöntetűen, függetlenül attól, hogy magyarok voltak-e vagy külföldiek, életképtelen országnak tartottak. Pontosan azért, amit elmondtam, Magyarországon kívülre került az ásványkincsek, nyersanyagkészletek, erdőségek nagy része, viszont Magyarországon maradt az ipar egy jó része, a mezőgazdaság, nyersanyagkincs és ásványkincsek nélkül. Egy kizárólag mezőgazdasági alapokon nyugvó ország a két világháború között már elképzelhetetlen volt Európában. Ráadásul a háború elvesztése, a két forradalom, a román megszállás következtében Magyarország olyan gazdasági helyzetben volt, ami mai füllel halva is szinte hihetetlennek tűnik. Gondoljanak bele, hogy az 1920-as évek legelején, itt egy 1919 végi példát hozok, a napszámosoknak a bére 70%-kal volt kevesebb, mint 6-7 évvel azelőtt. És ez a katonatiszteknél, a tisztviselőknél 82 és 87% közötti arányt ért el. Tehát volt, akinek a fizetése, a bevétele 1919-20-ban a 13%-a volt annak, mint 7 évvel azelőtt az utolsó békeében 1913-ban. Hát így képzeljék el az egész ország gazdaságát is. Innen kellett felállni, és többek között emiatt gondolták azt, hogy életképtelen ez az ország, a maradék területek is fel fogják osztani az utódállamok egymás között. Ha innen nézzük a fejlődést, akkor ez óriási tett volt, ami részben nyilván az ország első emberének, Horthy Miklósnak is köszönhető, részben pedig annak, hogy olyan kormányokat nevezett ki, és ezen kormányok miniszterelnökei olyan gazdasági szakembereket bíztak meg az ország gazdasági ügyeinek az intézésével, kezelni tudták ezt a roppant nehéz helyzetet. Olyan ügyesen kezelték, és itt elsősorban Horthy, mint kormányzó által kinevezett Teleki kormányra, majd a Becklen kormányra gondolok, ugye Teleki Pál első kormánya 1920-21-ben, illetve Becklen Istvánnak a különböző kormányai 1921 és 1931 között irányították miniszterelnökként Magyarországot. Tehát ez a két kormányzat egy olyan konszolidációt valósított meg Magyarországon, amely példanélküli volt abból a szempontból, hogy erről a múltpontról, amit az előbb jellemeztem, kellett felállni, és a 20-as évek végére Magyarország már majdnem elérte azt a gazdasági fejlettségi szintet, mint amely az utolsó békeiben jellemezte az országot. A gazdasági konszolidáció persze együtt járt a politikai konszolidációval, sőt, a politikai konszolidáció megelőzte a gazdasági konszolidációt, hiszen nem szabad elhallgatni, hogy a Horthy vezette nemzeti hadseregnek a tisztjei, különösen 1919-ben, de még 1920-ban is a Dunántúlon mindenek előtt, de részben a keleti területeken is, részben, kis részben Budapesten is, olyan kiágásokat követtek el, amelyet ma a fehér terror néven szoktak emlegetni. Arra egyetlen egy bizonyíték sincs, hogy Horthy bármikor utasítást adott volna bármelyik tisztjének, hogy ilyen kiágásokat kövessenek el. Egy részükről valószínűleg nem is tudott, és jó pár olyan eset volt, mikor a hatáskörüket túllépő, erőszakoskodó tiszteket megbüntették. Ennek ellenére különböző becslések vannak erről, hogy mekkora volt a fehér terror áldozatainak a száma,
nagyjából 1000 főre teszik ezt. No, ezt az állapotot szüntette meg a teleki, majd a Betlen kormány, amikor a különítményesekkel, a nemzeti hadsereg azok tisztjeivel, akik valószínűleg egyébként Horthy akarata ellenére súlyos kiágásokat követtek el, ezek ellen fölléptek, és ezután következett a gazdasági konszolidáció, amit részben a Népszövetségi Kölcsön támogatott. Ugye a Népszövetség a mai ENSZ-nek volt a jogelődje, Magyarország 1922 végén léphetett be a Népszövetségbe, 1923-ban egy nagyobb kölcsönt kapott a Népszövetségtől, amelyet 1924-től tudtak felhasználni, és ezeknek a pénzeknek a nagyon ügyes befektetésével 1926-ra Magyarország gazdasága lényegében konszolidálódott, nagyjából elérte a háború előtti szintet, ami egy óriási eredmény volt. 1927-ben bevezették a pengőt, ami egészen 1944-ig Európa egyik legértékállóbb valutája volt. Hozzá kell tennem, hogy a konszolidáció eredményeit olyan nagyon sokáig nem élvezhette Magyarország, hiszen 1929-ben kezdődött az a gazdasági világválság, amelynek a hatásai Magyarországon 1930-tól voltak érezhetőek. Ezek a hatások azonban egészen 1935-ig sajnos megmaradtak, és majd egy újabb fejlődés csak 1936-ban kezdődik, és bármilyen furcsa, ez a fejlődés a világháború idején felgyorsul, olyannyira, hogy az 1940-es évek elején Magyarországon már nincs munkanélküliség, és egy viszonylag jól működő gazdaság van. Ezt nevezzük ugye háborús konjunktúrának, ami Magyarországon lényegében 1944-ig érezteti a hatását, itt ugye az 1927-ben megjelent új fizetőeszközt láttak el. Hát, hogy igazoljam azt, hogy ez a gazdasági fejlődés mit is jelentett, csak néhány számadatot mutatnék itt. És mikor a Horthy korszakról beszélünk, akkor napjainkban is nagyon sokan bírálják ezt a korszakot. Némi joggal, hiszen nagyon sok visszásság volt ebben a korszakban, mindenek előtt például a társadalmi berendezkedés, ami nagyon egészségtelen volt Magyarországon ebben az időben, hiszen valóban a 3 millió koldus országa volt Magyarország. Ezek a társadalmi állapotok inkább a Balkán fele mutattak, mint Nyugat-Európa fele, gondolok itt elsősorban a szegény parasságnak a sorsára, amire egyébként számos korabeli gondolkodó, vagy a népi írók, vagy kiváló szociológusok is felhívták a figyelmet. De ha egy országnak a nemzetközi helyzetét vizsgáljuk, akkor elsősorban arra kell tekintettel lennünk, hogy Nyugat-Európához képest hogyan állt Magyarország. És ha ezt nézzük, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor egy olyan eredményt kapunk, ami napjainkra nézve is szomorú, hiszen nemzetközi mutatók tekintetében a Horthy korszakban sokkal jobban állt Magyarország, mint 1945 után bármikor, vagy mint napjainkban. Nézzék a mutatókat, hát ugye a dualizmus idején 1867-től 1914-ig egy nagyon gyors gazdasági fejlődés volt Magyarországon. Az utolsó békeévben 1913-ban Magyarország gazdasági fejlettségi szintje a nyugat-európai szintnek több mint 60%-a volt. Ez csökkent ugye 50% körülire 1920-ban, de 1938-ban már majdnem megint ott tartottunk, mint 1913-ban. 57%-ot ért el ez a mutató, tehát a Nyugat-Európához képes mutatott fejlettségi szint. És ha nézzük a további adatokat, látjuk, hogy 1989-re ez a szint alig 40% fölöttire változik.
Még érdekesebb az összehasonlítás, ha Ausztriához mérjük, hiszen láthatjuk, hogy Magyarországon a két világháború közötti gazdasági fejlődés sokkal gyorsabb volt, mint Ausztriában. Ez a kép változott aztán meg, amikor 1945-től rohamosan lelassult, és az Ausztriával szembeni hátrány még felgyorsult, hiszen 1938-ban majdnem a 75%-át értük el az osztrák fejlettségi szintnek, ez 1989-re alig 40% fölé emelkedett. Tehát ilyen szempontból is kell nézni ezt a korszakot, a nemzetközi mutatók szempontjából is, és így viszonylag kedvező a kép, amit kapunk. A külpolitika szempontjából a két világháború közötti időszakot, mint már említettem, meghatározta a revíziónak a követelése, és meghatározta az is, hogy Magyarország egy olyan állam lett, amely ellenséges országokkal volt körbeéve. Tehát egy szinte hermetikusan elzárt állam volt az 1920-as évek végéig. Egyetlen egy olyan ország volt, amely, ha nem is jó indulatúan, de semleges volt Magyarországgal szemben, ez Ausztria volt. Az az utódállam, amely szintén az első világháború nagy vesztese volt, és amellyel együtt éltünk 400 éven át. A környező országok viszont, tehát Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság már 1920-ban és 21-ben létrehozták azt a kisantantot, amelynek a fő célja az volt, hogy Magyarország revíziós követeléseit megakadályozza. Tehát kifejezetten magyar ellenes céllal jött létre egy olyan gyűrű Magyarország körül, ami harapófogóba fogta az országot. Tehát nyilvánvaló, hogy így a magyar lehetőségek, külpolitikai lehetőségek nagyon leszűkültek. Az első igazi kitörést ebből 1927 jelentette, amikor a képen látható Bethlen István miniszterelnök, akit egyébként Horthy Miklós némi joggal az ország legokosabb emberének nevezett, mert egy roppant eszes, ravasz politikus volt Bethlen, és nagyon ügyesen manőverezett. Tehát Bethlen István ezért tavaszán, ezért áprilisában látogat Rómába, ahol Olaszországgal örök barátsági szerződést kötnek. Ez volt az első olyan rés, amely kifele mutatott ebből a harapófogóból, amit említettem az imént, hiszen Olaszország viszonylagos nagyhatalomnak számított, egy európai nagyhatalomnak számított ebben az időben, és hát a revízió volt az, ami, mint mondtam, mindent meghatározott, és ennek volt a következménye az, hogy Magyarország az 1930-as években egy külpolitikai kényszerpályára került. Ugyanis a győztes nagyhatalmak a revízió követelését nem támogatták. Ők hozták létre a békét, Franciaország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok. Nyilvánvaló, hogy maguk ellen szóltak volna, hogyha a magyar követeléseket támogatják. Hozzáteszem, hogy különösen Nagy-Britanniában, de részben Franciaországban is voltak olyan magyar barát politikai csoportok, még az ottani parlamentben is, amelyek támogatták egyébként a magyar követeléseket. Hát éppen emiatt, meg a kisantant gyűrűje miatt a kiút Olaszország és később Németország felé mutatkozott. Ezzel viszont az ország olyan hatalmaknak a szövetségébe került, amelyek a második világháborúban, akár csak az elsőben, a szerencsétlen oldalon álltak. Itt látható ugye Bethlen és Mussolini római találkozójáról egy kép 1927-ben. Itt kihagyok egy hosszabb idézetet, itt megint csak Horthy Miklós láthatjuk Mussolinivel Rómában 1930 évben. Itt a háttérben egy figurára szeretném felhívni a figyelmet. Ő Kánya Kálmán
Minden idők szerintem legkiválóbb magyar diplomatája, aki ebben az időben külügyminisztere is volt Magyarországon. Itt 1938-as hamburgi kieli látogatásán látjuk Horthy Miklós Hitler vezér és kancellár társaságában. Hitler hívta meg 1938. augusztusára a kormányzott a Német Birodalomba egy látogatásra, és ekkor ajánlotta fel Hitler azt, hogy amennyiben Magyarország a világháború kirobbantójaként egy ilyen ázsian provokatőr szerepet játszik, megtámadja Szlovákiát, akkor a Német Birodalom Magyarország oldalára és Magyarország egész Szlovákiát visszanyeri, tehát az északi határok ugyanazok lettek volna, mint 1918 előtt. Horthy ezt az ajánlatot azonnal visszautasítja, nagyon okosan, nagyon taktikusan, nem akarta elvállalni azt a szerepet, hogy ő legyen a világháború egyik kirobbantója. Sőt, azt is megmondta Hitlernek, hogy ő világháborút, legalábbis egyes emlékezések szerint, ő világháborút fog kirobbantani, és ezt a világháborút el fogják veszíteni, mivel Németországnak nincs tengeri hatalma, és a világháborút a tengeri hatalmak Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok dönti majd el. Erre fel Hitler dühösen és ingerült hangon beszélt Horthyhoz, mire fel Horthy azt mondta, hogy egy 1000 éves ország államfőjeként kikéri magának ezt a hangot, ezután Hitler udvariasabban szólt már, de ettől kezdődően nagyon nem kedvelte Horthyt, míg korábban egyébként Horthynak a tisztelője volt, tehát a viszonyuk az 1938. augusztusától nagyon éles volt. Hát a külpolitika sok szempontból egy sikerágazat volt, legalábbis 1941-ig, hiszen részben elérte azt, amit célként tűzött ki. Ugye 1938 őszén Szlovákiától, illetve akkor még Csehszlovákiától visszakerültek azok a területek Magyarországhoz, amelyek döntő többségükben, kb. 90%-os arányban magyarok által lakott területek voltak. Itt hozzáteszem, amit kevesen szoktak kiemelni, hogy az első bécsi döntéssel a mai Kárpátaljának a déli része is visszakerült, Beregszászszal, Ungvárral, Munkáccsal, tehát a nagyobb kárpátaljai városok már ekkor, mai kárpátaljai városok már ekkor visszakerültek Magyarországhoz. 1939. márciusában a második revíziós siker maradék Kárpátalja területének az elfoglalása volt. Itt a magyar lakosság aránya egyébként elég alacsony, 12%-os volt, hiszen Kárpátalján belül is a déli részeken összpontosult a magyar lakosság. Majd 1940 késő nyarán következett a második bécsi döntés. Ugye ezeknek a neve onnan származik, hogy a bécsi Belvedere palotában küldték ki az első és a második bécsi döntést is. Ezek nemzetközi döntések voltak. A második bécsi döntéssel Észak-Erdély, illetve a részek, ahogy a partiumi részeket nevezték, az Erdélyen túli, de Romániában csatolt részeket írták ki, került vissza Magyarországhoz, valamivel a lakosság valamivel több mint fele magyar anyanyelvű volt ezeken a területeken, és 1941 áprilisában a Bácska-Bánát egy része, illetve a Muraköz kerül vissza Magyarországhoz, tehát ilyen szempontból a magyar külpolitika sikeres volt. Ugyanakkor ezek a sikerek okozták a vesztét is a magyar külpolitikának, hiszen míg az első bécsi döntés még elismerte Franciaország és Nagy-Britannia is, a második bécsi döntést
éppen elfogadták, de már nem vették jó néven, a délvidéki területek visszafoglalását pedig már kifejezetten akár háborúsoknak is tekintették, és nem sokkal azután, hogy 1941-ben ezek a délvidéki területek visszakerülnek Magyarországhoz, ennek az esztendőnek június 26-án, egyébként ez Szorti Miklósnak egy nem kellően átgondolt döntése volt, Magyarország hadban állónak tekintette magát a Szovjetunióval. Hozzá kell tennem, hogy ez egy olyan incidens, illetve két olyan incidens után valósult meg, amelyet szovjet támadásnak vértek. Az első egy Rahótól Budapestre tartó vonatnak a gépiskázása volt, a másik pedig Kassának a bombázása. Ma se tudjuk pontosan, hogy kik bombázhatták Kassát, de valószínű, hogy ezek szovjet repülőgépek voltak. Olyan szovjet repülőgépek, amelyek nem Kassát, hanem elképzelhető, hogy Eperjest akarták bombázni. Azt az Eperjest, amely akkor Szlovákiához tartozott, és Szlovákia akkor már hadban állt a Szovjetunióval. Tehát ez elképzelhető, hogy eltévedt gépek dobták a bombákat Kassára. Minden esetre Horthy, ahogy megkapta a jelentést erről a két támadásról, azonnal döntött, és ezután a magyar minisztertanács elfogadta a kormányzónak a döntését arról, hogy Magyarország hadban lévőnek nyilvánítja magát a Szovjetunióba, és tulajdonképpen a második világháború is aktív, fegyveres szerepünk ebben kezdődött, és ez vezetett Magyarország teljes összeomlásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, időmet lassan már túlléptem, még annyit mindenképpen fontosnak tartok megemlíteni, hogy Horthy Miklós személye rendkívüli tiszteletet élvezett ebben a korszakban, különösen a 20-as évek végétől kezdődően, amikor már az említett gazdasági konszolidáció jelei jól látszottak. Mivel többnyire távol tartotta magát a napi politikától, nagyon sokan azt gondolták róla, hogy egy politikán felül álló kormányzóként, államfőként vigyáz az országra, és napjainkban is azt mondják a történészek, ha például 1938-ban, 39-ben, vagy akár később 41, 42, 43-ban választani lehetett volna az államfőt, tehát a kormányzói pozíciót, mint ahogy nem lehetett egyébként választani, akkor minden bizonnyal Horthy Miklós a magyarok döntő többsége, legalább kétharmada, háromnegyede megválasztotta volna. Ezt jó részt annak köszönhette, amit az előbb elmondtam, illetve azoknak a gazdasági és külpolitikai sikereknek, amiről az előbb beszéltem. Ilyen légkörben ünnepelték először Horthy Miklós 70-dik, majd 1943-ban már a 75. születésnapját, amikor országszerte tényleg szívből jövő ünnepségeken méltatták a kormányzó érdemei, aki még ekkor is egy egyenes tartású, fes és korát meghazudtolóan fiatalabbnak látszó úriember volt. Nem mondtam fiatal korával kapcsolatban, de ugye kiváló sportoló volt. Több sportágban is, vívástól kezdve teniszen át, vitorlázás, úszás és így tovább, tehát számos sportágban kipróbálta magát. Még az emigrációs éveiben is aktívan teniszezett, és még akkor is nagyon mozgékan volt, tulajdonképpen semmi komolyabb szervi baja nem volt. Itt ugye a Szatmár németi bevonuláskor látjuk 1940-ben a második bécsi döntés után, ez volt az első nagyobb magyar, főleg magyarok lakta város Észak-Erdélyben, pontosabban ez még nem Erdély, hanem a Parcin, ahova a Horthy, a híres Fehér Ován bevonult, akár csak Budapestre 1919. november 16-án. Itt láthatják megint a
revíziós nyereségeket, illetve azt, hogy a népesség milyen arányban oszlott meg a különböző anyanyelvűek között. Hozzáteszem, hogy ezek a térképek kicsit manipulatívak, a miahunkra manipulatívak, hiszen vörös színnel jelölik a magyar anyanyelvűeket, és jóval halványabb színekkel a különböző nemzetiségűeket, más anyanyelvűeket, akiket így nehéz felismerni. Hát zárásként annyit mondanék még, hogy azt a fajta kényszerpályát, amire Magyarország az 1930-as évek végére jó részt a revízió követelése miatt került, azt nagyon jól írja le egy anekdóta, ami ilyen formában nyilván nem volt igaz, de többen lejegyzik, és különböző lejegyzések vannak erről, hol az amerikai külügyminiszter és Roosevelt amerikai elnök között, hol egy külügyi tisztviselő és a magyar követ között hangzik el ez a beszélgetés. Én most itt azt hozom, amikor 1941. decemberében Magyarország hadi állapotban lévőnek nyilvánította magát az amerikai Egyesült Államokkal, ez Bárdossy László kormányzata idején történt, ami talán még nagyon hibabb volt, mint a Szovjetunióval való hadi állapot bejelentése. No hát ekkor történt állítólag az alábbi beszélgetés az amerikai külügyminiszter és Roosevelt elnök között. Idézem, mi az önök államformája, kérdezte volna ez a magyar követ és az amerikai magyar és az amerikai külügyminiszter közötti beszélgetés, amit itt hozok. Tehát mi az önök államformája, kérdezte az amerikai külügyminiszter, királyság, mondja a magyar követ. És ki a királyunk? Nincs királyunk, hanem kormányzónk van. Ki a kormányzó? Vitéz Horthy Miklós tengernagy. És van önöknek tengerünk? Nincs. Értem. Van az USA-val szemben területi követelésünk? Nincs. Van valamilyen országgal szemben területi követelésünk? Igen, Szlovákiával, Romániával. Értem. És azokkal szemben is adat viselnek? Nem, ők a szövetségeseink, válaszolja a magyar követ. Furcsa ez a történet, de az egész abszurditást kifejezi, mert Magyarország valóban avval az amerikai Egyesült Államokkal és avval a Nagy-Britániával került hadi állapotba, amelyeknek a magyar arisztokraták mellett Horthy Miklós is nagy tisztelője volt. Ugyanakkor olyan országok voltak a szövetségeseik, amelyekkel tulajdonképpen bármelyik nap kitörhetett volna a háború területi kérdések miatt, hiszen ugye az első-második bécsi döntés miatt állandóan nagyon feszült volt a helyzet a szlovák-magyar és a magyar-román határon, de mivel mindegyik államnak a hadserege a Német Birodalom oldalán harcolt a második világháborúban, ezért elvileg szövetségesek voltak. Nagyon röviden csak annyi, nyilvánvalóan valamennyien tudják a történet végét, anélkül, hogy itt a belpolitikáról szóltam volna, hogy 1944. március 19-én Magyarországot jó részt külön utas politikája miatt megszállják a Német Birodalom különböző hadi egységei. Ezt megelőzi ugye Hitler-szel tárgyalással 18-án, március 18-án Horthy Miklóssal a bajorországi Kleszheimben. Viszonylag pontos lejegyzésünk van erről a tárgyalásról, ezek nagyon ingerült hangnemben szajlottak, itt Hitler bejelentette, hogy megszálljon Magyarországot, Horthy Miklós tiltakozott. A megszállás ennek ellenére, mint tudjuk, március 19-én megtörtént. És Horthy Miklós ezután is vállalta, hogy kormányzóként
államfő maradt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan döntése volt, ami sok szempontból érthető és abszolút tolerálható, hiszen azért maradt államfő, mert attól tartott, hogy nála csak rosszabb jöhet, és majdnem biztos, hogy így is lett volna, hogyha lemond elő a pozícióról. Ugyanakkor a megítélésében mindmáig ez egy olyan pont, ami részben jogossá teszi az ellene felhozott kritikákat. Hiszen egy megszállott országban államfőnek maradni, ez egy nagyon dicstelen szerep. Ráadásul ugye ebben az időszakban zajlik, Horthy akarata ellenére, de zajlik a magyarországi zsidóság deportálása, nagy részének Auschwitzban való elpusztítása. Tehát, ha nagyon röviden akarom összegezni, én azon a véleményem vagyok, hogy Horthy Miklós ebben nyilvánvaló hibát követett el. Napjainkban azt gondolom, a megítélése mindenben, szinte mindenben pozitív lenne, hogyha 44. március 19-e után nem maradt kormányfő. Az, hogy nagyon sok negatív is elhangzik a személyéről, és ezt visszavetítik a korábbi 20-as évekre, 30-as évekre, ez jó részt annak köszönhető, hogy a német megszállás után is a helyén maradt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és esetleg van kérdés, nagyon szívesen válaszolok.